Ilyen felszólítást küld a bank, ha valakinek 90 napon túli tartozása van. A központi hitelinformációs rendszer adatai alapján hosszú évek után 2016-ban csökkent először a lakossági hitelezésben nyilvántartott mulasztások száma. A negatív adóslista rövidült, a lakossági hitelezők 15-16%-ának van 3 hónapon túli tartozása. Nyíregyházán ennél a takarékszövetkezetnél is 50 alatt van a 90 napon túli adósok száma. 2016-ban az MNB évelején létrehozta az 1/2016-os MNB rendeletet. Ez kifejezetten ezekre az adósokra fókuszál. Ugye ez a jelzálog fedezetű hitelek esetén több felszólító levelet, értesítőt, tájékoztatót kell küldjünk utána. Elírja a rendelet, hogy megoldáskeresésben is segíteni kell, amit egyébként is megtettünk. De talán ennek hatására jobban odafigyelnek az ügyfelek is, és határozottan csökkent a 90 pluszos hitelek állománya. 2016-ban a személyi hitelek piaca óriási lendületet vett. A bankok szerint a személyi kölcsönöknél a felvett összegeket rendszerint autóvásárlásra költötték, vagy lakáscélú hitelekhez önerőként használták fel. Van arról is tudomásunk, hogy olyan kisebb településeken, ahol maga az ingatlanok értéke alacsonyabb, és mondjuk csokból vásárolják meg, akkor a csoknak az értékéhez közelít az ingatlan értéke, és ott ugye elég kicsi a saját erő ahhoz, hogy esetleg valaki személyi kölcsönből finanszírozza azt a saját erőt. Ezek legtöbbször pár százezer forintos személyi hitelek, a kamataik viszont elég magasak. A szakember elmondta azt is, a pénzintézetek 1-2 milliós személyi kölcsönnél már kezes vállalást, illetve jelzálog fedezetet is kérnek. Továbbá gyakran előfordul, hogy személyi hitelből akarnak lakást felújítani, ekkor érdemesebb a lakásfelújítási konstrukcióból választani, mert azok hitelkamatai sokkal kedvezőbbek.